Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakk magazin 2016. júniusi adásában. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, állandó szakértőnk, műsorvezető társunk, Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. És mindenkit üdvözlök. Előző adásainkban beszámoltunk az NB2-nek a zárófordulójáról, hogyan végződött a nemzeti csapatbajnokság a megyei csapataink számára, illetőleg beszámoltunk arról az izgalmas hajráról, ami a megyei csapatbajnokság vége felé történt a megye sakk életében. Időközben befejeződött a megyei csapatbajnokság, és óriási izgalmaknak voltunk a szemtanúi. Korábban úgy állt a tabella, hogy az NB2-ből kiesett Piremon első csapata toronymagasan vezeti a tabellát, ez így is maradt. A Piremon első csapata magabiztosan tartotta meg az aranyérmes pozíciót, és ezzel jogot szerzett arra, hogy osztályozó mérkőzéseket vívjon az NB2-be bejutásért. A második helyen állt a Kisvárda csapata, amelyikről azt predesztináltuk Péter nagymesterrel, hogy a biztos ezüstérmes, amelyik egyedül meg tudja szorítani a Piremon első csapatát, és a harmadik helyen a Dávid SC állt, őt szorosan követte a Nyíregyházi Sakkiskola második csapata. Az utolsó fordulóban kissé felborult a papírforma, illetőleg a lelkes csapat bizonyította, hogy érdemes hajrázni. A Nyíregyházi Sakkiskola igyekezett befogni a harmadik helyen álló Dávid SC-t, hogy megszerezze a bronzérmet, ebbe az évben azonban ez nem sikerült, a Dávid SC nagyobb arányban tudott győzni Fehérgyarmaton, mint amennyire a Nyíregyházi Sakkiskola győzni tudott a Balkán csapata ellen. Így a Nyíregyházi Sakkiskola megmaradt a negyedik helyen. A Kisvárda csapata 8,5 pontot tudott szerezni Nagyhalásszal szemben, a Dávid SC azonban nagyobb arányban tudott nyerni, és beérte a Kisvárda csapatát, holt verseny alakult ki a második és harmadik helyen. A versenykírás úgy szólt, hogy a több csapatgyőzelem a fontos holtversenyt eldöntő tényező holtverseny esetében, illetőleg az egymás elleni eredmény. Nos, ilyen értékeléssel a holtversenyes második, harmadik helyezettek közül az ezüstérem a rendkívül lelkes Dávid SC-nek jutott, a bronzérem pedig meglepetésre a Kisvárda csapatának jutott. Ezzel, mint említettem, a Piremon első csapata jogot szerzett arra, hogy részt vegyen az osztályozón. Nagymester, milyen csapatok jogosultak játszani az osztályozón? Milyennek az egésznek a tétje? Az NB2-be való jutás, ugye három csapat közül kettőnek lesz joga, hogy az NB2-ben indulhasson. Itt a megye bajnokok fognak összecsapni. Ugye a Borsod megyei bajnok, a Hajdú-Bihar megyei bajnok és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnok fog játszani egy körmérkőzést, és innen fog valószínűleg az első kettő tovább jutni. Itt még a nevezésektől függ, hogy ha minden csapat nevez, nem szűnnek meg csapatok, tehát azért mondom azt, hogy valószínűleg kettő csapat fog bejutni az NB2-be, Barca csoportjában. Hány táblán mérkőznek meg egymással a csapatok? 12 táblán mérkőznek, meg ugye két ifjúsági játékos kötelező szerepeltetni, és hát elég erős ennek a Barca csoportnak a mezőnye. Vannak jóval gyengébb NB2-es csoportok is. Nagyon megerősödött az utóbbi 3-4 évben ez a csoport. Ugye itt ebben a csoportban játszik, ugye egy régiók alapján van felosztva ugye az NB2-es csapatbajnokságok, és ugye itt Szabolcs megye Hajdú-Biharral és Borsod megyei csapatokkal van összetéve ugye egy régióba, és hát itt kell úgy gondolom, hogy jó eséllyel pályázni arra, hogy ismét visszajusson a Piremon az NB2-be. Én úgy gondolom, hogy ott van a helyük, nagyon sok fiatal játékos jött fel csapatban, ami egyben a csapat erőssége is, ugye egyre erősebbek ezek a játékosok is, hát természetesen akik a csapat gerincét alkották, ők is megmaradtak a Piremon csapatában.
nem lesz egyszerű feladatuk, hiszen a Borsod megyei csapatbajnokság, illetve a Hajdú megyei bajnokság igen erős, igen sok mester vonultatnak fel. Fajsúlyban a Hajdú megyei és a Borsod megyei bajnok csapat, illetőleg a mi Piremonunk, hogy aránylanak egymáshoz? Mit ígér a papírforma? Hát a papírforma, én úgy gondolom, hogy DVTK győzelmet ígér. Tehát a bajnok sakkiskola, aki ugye a Hajdú-Bihar megyei bajnok volt, ott nagyon sok vendégjátékos játszott, akik nem biztos, hogy mindannyian tudnak indulni az osztályozón. Tehát ott majd akkor fog kiderülni, amikor leül a csapat, hogy milyen erős lesznek. Ha az egész csapatuk, amivel megnyerték a bajnokságot, tudnának játszani, akkor ők lennének a legerősebbek kiemelkedően. Tehát sok profi mestert szerződtettek a Hajdú megyei bajnok csapatba, akik közül nem biztos, hogy mindenki tud játszani. Igen, ugye vendégjátékosként játszhattak, és én úgy gondolom, hogy a DVTK-nál mindenki tud játszani, ugye ott nem nagyon volt vendégjátékos, aki játszott. Mikor erős csapat a DVTK is? Hát igen, ott ugye az első csapatuk feljutott az NB1-be, nagyon nagy tervek vannak, ugye második csapatot szeretnék, ha NB2-be játszanak, tehát ott a szakmai háttér is megvan, anyagi háttér is megvan, tehát én úgy gondolom, hogy az egyik csapat a DVTK lesz, de hát természetesen ugye mindig voltak meglepetések, vagy lehetnek meglepetések. Második helyért kéne, vagy kellene megszerezni a Piremonnak. Én úgy gondolom, hogy a bajnok sakkiskola nem lesz annyira erőteljes, vagy nem tud olyan erőbedobással játszani, mint ahogy megnyerte a megye bajnokságot. Bízunk a Piremonban, bízunk a Piremonnak az ifjú titányaiban, akiket Trembász Laci és Barnót Laci neveltek ki, akik kiemelkedtek és versenyről versenyre sakkoznak. Hiába több százal kisebb az értékszámuk, mint a bajnok sakkiskola tagjainak és a DVTK-nak, azért, ha nem is a kapanyér mindig első, de a fiatalság lendülete, törekvése azért fel tudja borítani a papírformát. Nem csak fiatalok játszanak a Piremonban, hanem régi bevált rutinos játékosok is. Ilyen mondjuk az első táblásuk, aki a megyei csapatbajnokságban nem ült le mindig játszani, Korvász Zoltán mesterjelölt, aki nem egyszer, sőt igen huzamosabb időn keresztül első táblát tartotta az NB2-ben. Ha jól tudom, egy partiát szeretnéd bemutatni. Igen, hát ugye együtt választottuk ki ezt a játszmát. Nagyon érdekes és értékes győzelmet aratott. Ez egy régebbi partia, amikor még a Tiszavasváriban játszott, és egy erősebb játékos sikerült Fehérrel megadásra késztetni. Egy fidemestert. Egy fidemestert, ugye Valkó Krisztiánt, és én úgy gondolom, hogy ez igazából mutatja Zoltánnak a sakkerejét, a játékerejét, hogy milyen erőteljesen egy idézőjelben pozíciós állásból taktikusan hogyan tudja az ellenfél királyát megtámadni és ugye megmattolni. 20 éve ismerem Zolit, egy csapatban is játszottam vele sokáig. Tulajdonképpen egyáltalán nem tájékozatlan a megnyitásokban, de nem is a megnyitásokban van a fő ereje, hanem a középjátékban, és igazán mindenkire veszélyes tud lenni egy-egy állásban. Nézzük a partit. Tehát világossal játszik Korpás Zoltán, sötéttel Valkó Krisztián. Ugye világossal egy szolidabb megnyitáskezelést fogunk látni. Teljesen nyugodt mederben fog folyni a játszma eleje, de aztán a végére ugye egy vezér behatolás el fogja dönteni a küzdelmet. Tehát világossal huszár F3-mal kezdett Zoltán, D5-tel sötét elfoglalta a centrumot, G3-mal szányra fejleszti fehér a futót, futó G4 következett. Futó. Annyit hadd mondjak még hozzá, hogy ugye Krisztiánról, Valkó mesterről köztudomású, hogy a D4-re, D5-tel a vezércselbe szeret mindig belemenni, és sötétel a szláv változatot, a szláv védelmet nagyon jól játsza. Valószínű, hogy Zoli ezért ezzel a katalán felállással a
az általa legismert útról kívánta Krisztiánt letéríteni. Egyébként Izoli gyakran játszotta ezt a katalán felállást, ezt a rétiszerű felállást. Igen, hát ez most pontosan rétiszerű felállás, ugye D4 nélkül játsza majd, ugye D3-mal és C4-jel meg E4-jel majd. Tehát ez egy nagyon veszélyes megnyitás, aki nem ismeri feketével, nagyon-nagyon könnyen bajba kerülhet. Itt sötét nagyon szépen kirakta, nagyon jól játszott a játszma elejét. A közepén volt egy-két pontatlan lépés, amit fehér ki tudott használni. De nagyon nehéz megbontani itt a világos egyensúlyát ebben a játszmában. Futó G2-vel folytatta világos, huszár D7 következett, C4, ugye azonnal a centrumot támadjuk, E6, elsáncolt fehér, huszár F6, G-ről F6-ra fejlődött fekete, B3 következett, ugye itt a szányra fejlesztjük a másik futót is, futó E7-tel fejlődött fekete, futó B2, elsáncolt sötét, és D3-mal ugye folytatta világos. Itt az a lényeg, hogy a huszárt szokták C3-ra is, meg D2-re is fejleszteni, huszárt. A B1 huszárt. Ugye itt majd meglátjuk, hogy melyiket fogja választani. Mind a kettő egyenértékű lépés. Ugye itt most A5-tel folytatta fehér. Ugye ennek az azért, hogy A4-jel szeretné majd megbontani az állást. A3 következett. C6, ugye huszár B-ről D2-re, ugye megnézzük, most fejeződött be a megnyitási szakasz, fekete kifejlődött, ez durván olyan egyenlő körüli állás. Vezér B8 jött, ugye ennek az az értelme, hogy B5-tel szeretne ott a vezérszárnyon játékot kezdeményezni sötét. Vezér C2-vel folytatta fehér, amire bástya D8 jött, H3, meg futóra rákérdeztünk, hogy hova szeretne menni, futó H5, és bástya FE1 következett. Ennek az az értelme, hogy E4-et szeretne lépni fehér, és E5-tel ott visszaszorítani, egyre jobban leszorítani azt a fekete haderőt, és a fekete huszárt ugye ott saját hadállásába visszaszorítani, és egy picit ugye nehezebb játék kialakítani feketével. Itt huszár E8-al önként ment vissza fekete. Ez talán furcsa lépés, hogy önként miért megyek vissza, inkább meg kellett volna E4-et, E5-öt várni. Ugye ez a terve, az egyik terve, hogy futó F6-tal kiszedni a nagy átlós fehér futót, és utána vissza menni a huszárral. Tehát igazából a figura csere a lényeg ennek a lépésnek. Ez nem egy rossz lépés, ez egy teljesen normális, jó lépés. Bástya AC1-jel ugye a C-vonalat elfoglalta fehér, futó F6, futó üti F6, leütötte, huszár üti F6, és vezér B2 következett, tehát innentől kezdve megint egy picit ugye pozíciós mederbe átterelődik a vezérszányra a játék. Vezér D6 következett, talán lehet, hogy B5-öt érdemesebb lett volna meglépni, ez sem még olyan rossz lépés. B4-gyel ugye meg fog nyílni az alvonal, a üti B4 leütötte a gyaloggal. Visszaütöttük az algyaloggal a B4 gyalogot, és ugye bástya A6 következett, ugye az alvonalra akar menni, nyílt vonal keletkezett, ugye a bástyáknak a nyílt vonalon van a helye, úgyhogy ez egy teljesen normális lépés. Következett C5, ugye mivel visszaszorította fekete vezért, vezér C7, bástya A1. Tehát korábban nem ment ugye a bástya A1, mert lógott a B4 gyalog. Igen. Ezzel a közbe itatással, ezzel igen. A C5-tel, ami szoktad mondani, a közbe itatással elküldte a vezért, tisztázta ugye a sötét. És az alvonalon lecserélték ugye a bástyákat, tehát bástya D-ről A8-ra, ugye bástya üti A6, bástya üti A6, és ugye bástya A1 következett.
ez még mindig teljesen egyenlő ez az állás, de aztán valahogy ugye Huszár B8 következik. Nekem ez nem tetszik, ez a lépés. A Huszár nagyon kint ragad a tábla szélén. Tehát én itt úgy gondolom, hogy valószínűleg az lett volna a legjobb, hogyha leütjük azt az A1 bástyát, és vagy E5-tel, vagy Huszár E8-al jövök utána, hogy a futómat játékba hozzam, de ott le lehet ütni az F3 lovat is a futóval. Valószínűleg az egy egyenlő szerkezet, egyenlő állás lett volna. H3-mal kinyitni az alapsort. Tehát ott én úgy gondolom, hogy egy picit tábla szélére került ez a Huszár. Valószínűleg Krisztián zavarta, hogy Zolinak a vezére A1-en behatolt volna, a nyílt vonalat megszerezte volna. Másik kérdés, hogy az csak egy pozíciós tényező magába véve még kevés. Úgy tűnt, hogy itt se lesz semmi probléma, de majd a parti fogja mutatni, hogy ez a Huszár A6-on itt nem csinált semmit. Tehát valószínűleg itt, persze, hogyha az ember ugye okosabb már parti után, én biztos, hogy átadtam volna nyílt vonalat, mert igen, nem nagyon tudott volna mit támadni, ha csak nem a B7 gyalogot. Bástya üti A6-ta, folytatta világos, Huszár üti A6, és ezért A3 következett, ugye így is meg szálltuk a nyílt vonalat, az A vonalat. Be van tömve, igen. Ugye H6 következett, és most egy nagyon érdekes tervnek lehetünk itt a szemtanúi. Ugye a futó G2-n nem csinál semmit, D5, C6, B7, ugye gyalog lánc, gyalogfalba beleütközik, úgyhogy ezért új terepet talált ennek a futónak világos. Ez egy nagyon érdekes és nagyon-nagyon jó terv volt. Futó F1-et lépte, amire következett Huszár D7, majd D4. Ugye folytatta, és ugye E3 megnyílik a futóátló, majd B5-tel ugye megpróbálja szétszedni a sötét gyalog szerkezetét fehér. És ha már ugye az A és B vonal egyaránt nyílt lesz, akkor nem is lesz olyan egyszerű a sötét gyengeségeket megvédeni hát a vezérszárnyon. Ez volt az a... Ugyanakkor ellenjátéknak nyoma nincsen? Nem nagyon látszik. Ugye futőt F3-mal most kicserélte a futót. Másik lépés az futó G6 lehetett volna. Én úgy gondolom, hogy ez is egy logikus lépés, Huszárral visszaütött. Itt az lett, ugye, és Huszár D-ről B8-ra ment, ugye ennek az az értelme, hogy az A6 Huszárt megvédte, de ugye ha az előbb megnézzük ezeket a huszárokat, ugye teljesen átmentek a vezérszányra, és egy picit, most egyáltalán nem nagyon tűnik, hogy fog fehér a fekete állásba ugye behatolni, de ugye azért kell, hogyha E3 után az A6 huszárot ugye ne legyen leüthető a futóval. Bármilyen furcsa, én itt akkor is a huszárra mentem volna B8-ra vissza, mert úgy csak jobban játékba avatkozhat az a huszár. Vagy a vezérrel léptem volna, és huszár C7-et lépek. Tehát valahogy én mindenképp így léptem volna vissza. E3 következett. És hogyha B8 huszár D7-en maradt volna esetleg, akkor még van annyi ellenjáték lehetőség, egy E5-ös ellencsapás. Igen, azt kellett volna mindenképp. Azt hosszasan kell számolgatni, de hogyha nincs ellenjátéknak lehetősége, nyoma sem, az úgy nem sok jót ígér. Igen, és most úgy tűnik, de most jött egy hiba a parti, ami ugye megengedte, hogy a fehér vezér hirtelen behatoljon a fekete állásba. B5-öt lépte a fekete, ugye ennek az volt az értelme, hogy a futó átlóját ugye bezárja, de erre következett C-üti B6, ugye ampasszán lépés, vezérüti B6, és B5-tel egy szenzációs gyalog áldozattal megnyitotta a vezér átlóját, amelyik E7-re fog behatolni, és nem tud ez ellen mit kezdeni fekete. Huszár E5 után az F7 gyalog hihetetlen gyenge lesz, és ez eldönti a küzdelmet. És nem tudja a vezérrel ugye ezt a fehér vezért ellensúlyozni a fekete vezér. Ezt le kellett ütni C-üti B5, vagyis hát leütötte fekete, következett vezér E7, és itt látszik, hogy Huszár E5 után egyszerűen védhetetlen az az F gyalog, ami ott van a királynál. Huszár C7-tel ugye az A6 táblaszélén álló huszára próbált visszajönni, védekezni. Huszár E5, F5 következett, és erre H4-gyel folytatta. Fehér és Huszár B A6-ra, pedig vezér
F7 sakk, király H8, és itt egyben fel is adta fekete. Hát gyakorlatilag huszár G6 sakk, király H7 és huszár E7 után védhetetlen a vezér G8 vagy vezér G8 matt. És mi lett volna, hogyha a vezérrel ment volna C7-re? Hát az még hogyha ott huszár C7 helyett a vezérrel ment volna. Valószínűleg akkor vezér, ugyanúgy hasonlóan, akkor vezér E8 sakkot adta volna. E8, és aztán az király H7-re huszár E5. Le tudja ütni. Igen. Tehát az lett volna ott, és hát ott is simán nyertem volna. Tehát ott is simán nyert volna. Tehát az F7, E6 gyalogok elhullanak, és akkor lassú tűzön pirítják meg Krisztiánt. Hát igen, igen, igen. Plusz még ugye akkor a futó D3-ról jön, tehát a B1, H7 átul is, hogyha nincs meg az F gyalog. Tehát itt hirtelen ugye a tiszteknek az aktivitása eldöntötte a küzdelmet. Bízunk benne, hogy az osztályozó mérkőzésen is Zoli ilyen szép partit fog nyerni, partikat fog nyerni. Igen. Nézzük meg, hogy az ezüstérmes csapat első táblásának, Girászin Gergő tanár úrnak milyen összecsapása volt a megyei csapatbajnokság, hogy is mondjam, rangosztó mérkőzésén. Tehát itt egy gyors partit fogunk bemutatni. Itt pont ugye a ezüstérmes és aranyérmes csapat első táblájának küzdelmét fogjuk bemutatni, ami végül is gyors döntetlenné, hogy is fogalmazzak, egyszerűsödött, tehát ugye sok tisztcserével. Ugye a sötéten játszó Újhely Andrásnak több az élője és magasabban rangsorolt játékos, mint a Dávid Eszinek az első táblása, Girászin Gergő, de ez ugye a parti nem nagyon látszott, és kifejezetten jól állt és jó terveket játszott Fehér, de ugye az első táblán végül is így jó volt nekik a döntetlen. Itt kezdjük a partit, ugye D4-et lépett világossal Girászin Gergő, és feketével Újhelyi András volt. Huszár F6 következett, huszár F3-ra E6, és C4-re pedig B6 következett. Ugye ez a vezérindiai védelem változata. Ugye itt többféle lépés van, A3, E3, G3, huszár C3 közül válogathat világos. A G3-as változatot választotta Gergő, amire futó B7 következett, futó G2-vel folytatódott, futó E7. Itt a mai versenygyakorlatban inkább beadják a futó B4 sakkot, hogy a futó D2-re kényszerítsék, és ott nem áll olyan fényesen az a futó, és ott visszavizik úgy E7-re, vagy pedig a A5-öt is szoktak ott játszani. Elsáncolt Fehér, fekete is elsáncolt, huszár C3-mal folytatta ugye világos a fejlődést, D6 következett, amire bástya egy jött. Itt sokan vezér C2-t szoktak lépni, hogy ne jöhessen ez a huszár E4. Most feketével huszár E4-jel belépett a centrumba sötét. Sötétnek ugye az E4 pont ellenőrzése az egyik fő terve. Ugye ezt azért kellett meglépni, igen, mert E4-el fenyegetett Fehér, és ugye az egész centrumot ne foglalja el világos nagyon gyorsan. Vezér C2-vel fejlődött világos, ugye F5-öt lépte, ugye, hogy betonozza azt az E4 huszárt, ugye megerősítse a támaszpontját, a pozícióját ennek a huszárnak fekete. Itt sok minden lépés van, huszár D2 egy logikus jó lépés, ugye az E4 huszárnak a helyzetére akar rájátszani, és nem nagyon lehet egyik huszárt sem ütni, mert akkor ugye a B7 futót ütni a G2-vel világos, és ugye ott egy minőséget nyerne azonnal. A D5 következett, nem volt más lépés. Itt nagyon érdekes, több lehetőség van, ugye az E5 pont meggyengült. A C5-i D5 nem volt egy rossz lépés, ugye C5-i D5 következett, E5-i D5, ugye megnyitotta a C vonalat ezzel, és F3-mal ugye az E4 centrum lovat ugye el
zavarta a centrumból. Megkérdezi, hol akar cserélni. Igen. Huszár üti C3-at lépett, ez egy jó lépés. B üti C3 következett. A másik lehetőség az lett volna, hogy ugye vezérrel ütünk. Ez azért jó, mert ugye mindenképp E4-et szerette volna lépni fehér, és ezzel ugye erősítette a centrumát. Ez tehát nézzük meg, hogy az E4 pontra kacsingat az E2 gyalog, az F3 gyalog, a G2 futó, a D2 huszár, a C2 vezér, az E1 bástya. Tehát Gergő olyan szépen kidolgozta az E4-es centrum robbantást. Igen. Futó F6-tal következett. Fekete futó A3 egy nagyon érdekes és jó lépés, visszavitta sötét a futóját, ugye cserére, amire ugye benne ragadt egy kicsit az E-vonalban, futó E7 következett, amit leütött világos futóval, futó üti E7, ugye vezér üti E7, erre már nincs szükségünk, és következett E4. Ugye azonnal próbálta rányitni az állást világos, ugye a centrumban. Ezt mind azért teheti, mert ugye B8-on van a fekete huszár, és még nem fejlődtünk ki. Ezt leütni nagyon nem lenne ideális, mert ugye teljes mértékben rányílik a centrum sötétre. Úgyhogy vezér F7-tel kiment ebből az E-vonalból. A kötésből. Itt sok minden lehetőség. Én lehet, hogy betoltam volna ezt a gyalogot E5-re. Tehát szerintem itt E-üti F5 következett, leütöttük a gyalogot, szerintem E5, és ugye F4-gel a futó közti különbség és a huszár majd C4-gel megnyitni, tehát ott sokkal jobban állhatott volna. Egy védett szabadgyaloggal, egy E5-ön álló védett szabadgyaloggal az ember már nagyon mosolyogva néz az esetleges játék irányába, és a C4-es felszúrás az is rendkívül veszélyesnek néz ki. Én úgy gondolom, hogy E5-öt kellett volna lépni, és utána C4-et, vagy hogyha megengedi, akár E6-ra betolni azt a gyalogot. Tehát valószínűleg az lett volna a legjobb lépés. E-üti F5-tel leütötte fehér a gyalogot, visszaütött vezérrel, fekete, leütötte világos vezér, fekete vezér, visszaütött bástyával. Így is jól áll azért világos, tehát kicsi jobban áll. Igen, valószínűleg, ha F4-et lépek, ugye E5 pont az enyém, igen. Ugye akkor kifejlődik huszár D7-tel, fekete, de az se egyértelmű, lehet, hogy futó H3-matól. Tehát ott egy picit nehézkes lett volna. Világos úgy gondolta, hogy jobb a biztos döntetlen, és ezért bástya E7-tel bement a bástyával, az se rossz lépés. Ugye, amire bástya F7 következett, és bástya E8 sakk, bástya F8, bástya E7, bástya F7-tel döntetlenben egyeztek meg. Hát ez jó kérdés. Lehetett volna ezt játszani világossal is. Mondjuk bástya A-E1. Igen, akkor valószínűleg huszár C6-tal fejlődik fekete, le kell ütni az F7 bástyát, vagy az E-vonalat inkább megtartani bástya E6-tal, vagy bástya E3-mal, majd F4-gyel ugye a D5 pontra nyomást helyezni. Én úgy gondolom, hogy ott nem ütöttem volna le, enyém az nyílt vonal, tehát valószínűleg bástya A-1 után jobban állna fehér. Itt hát kérdés, hogy az időkben hogy álltak, végül is a döntetlennel egy fél pontot a rangadó megszerzett a Dávid Eszi csapatának első táblása. Ötletgazdag játék volt minden esetre ezzel az E4-es áttöréssel. Nem lehet azt mondani, hogy esetleg bármelyik is nyerésre állt volna. Kissé szabadabb játéka volt világosnak, én azt hiszem ez egy szép és ötletgazdag, motivumgazdag parti volt. Igen. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!